Az én akkori lakhelyemtől nem messze, Iharkút határában volt egy nagy bauxitbánya, ugye hát Iharkút környezetében rengeteg bauxitot bányáztak, és ott 85 millió évvel ezelőtti folyóvízi ártéri üledékes kőzeteket tártak fel ezek a bánya falak, amelyekhez hozzá lehetett férni némi előzetes egyeztetés folyamán, és ennek köszönhetően a felszíntől mintegy 7 méter, azon a bizonyos április végi napon Torm András barátommal megtaláltuk azt a kőzetréteget, amelyből az első csontmaradványok előkerültek. Hát én a Jones trilógiát, azt, vagy a negyedikkel együtt, ezt később láttam csak, és nagyon szeretem ezeket a filmeket, és valóban ezekben a filmekben, főleg az első háromban, abszolút benne van a kutatási vágynak valami fajta átadása, ami természetesen egy ilyen romantikus sztoriban van benne. A paleontológus, vagy a régész, vagy azt hiszem, hogy tulajdonképpen bármely kutatót nevezhetném, akinek kell utazni, kell utána járni, megkeresni, kideríteni, nyomozni, stb. Mindezt elmondhatja valamilyen szinten magáról persze, de maga ezek a filmek, beleértve akár a Jurassic Park filmeket is, ezek azért egy eszmetlen tömény koncentrációját adják ennek az egykori világnak, vagy ennek a munkának, az ilyen típusú életnek, hiszen azért 365 napunk nem úgy telik, hogy ki vagyunk a terepen, és minden pillanatban óriási felfedezéseket teszünk, vagy kalandból kalandba bonyolódunk. Ezt akartam kérdezni, hogy vannak azért unalmas napjai? Mutass meg! Igen, abszolút, természetesen az időnk jó részét, 12 hónapból 10 hónapot én a számítógép előtt ülve töltök, és tudományos publikációkat kell írják, illetve a manapság egyre inkább adminisztratív munkát kell végezzek. Hát ez ezzel jár. Amennyire lehet, ők követték azt a akkor 90-es években legmagasabb szintű tudást, amit ezekről az állatokról tudni lehet. Ugye egy nagyon alap, azóta megváltozott történet, hogy amikor a 90-es években csinálták ezeket a dinoszaurusz rekonstrukciókat, akkor minden dinoszaurusz ilyen pikkelyes, tehát nincsenek tollaik. A negyedik rész készítésénél a szerzők nyilatkoztak, és arról tudjuk, hogy tollasnak kéne lenni a mit tudom, melyik raptornak, de nem csináljuk annak, mert régen is így volt, ezt szokták meg a nézők, nekünk ez így jobban tetszik. Ez elég furcsa lenne ilyen, mondjuk ilyen pulykához hasonló, de 5-6 vagy 10 méteres állatokról filmet készíteni, szóval megosztaná talán jobban a közönséget. És mi ez a történet, amire utaltam? A történet az pedig gyakorlatilag arról szól, hogy Spielbergnek ebben a szakértői csapatában, amit Jack Horner kollégánk vezetett, és ott volt ez a Dave Weishampel is, bekerült Bob Becker, a Robert Becker, aki a 70-es, 80-as évek egyik nagyon meghatározó dinoszaurusz kutató paleontológusa, és egy nagyon erőteljes személyiség. Onnan lehetett mindig megismerni, hogy ilyen cowboy kalapja volt, Hosentroger, farmer és egy kockás imidő. Nézett ki, hogy ki kell néznie. Igen. Igen. Na most Bob Beckerrel úgymond megszemélyesítve találkozhatunk is a filmben, méghozzá a második részben. Azonban az első részhez való szakértés során összeveszett a Spielberggel. Valamiben nagyon nem értettek egyet, arra azt nem emlékszem, vagy nem tudom a történetből. És a Spielberg megmondta neki, hogy jó, köszönöm, ennyi volt, akkor nem kell több segítség, és meglátod, a második részben meg fog enni a dinoszaurusz. És a második részben valóban van egy olyan jelenet, amikor egy vízesés alá ugranak be, menekülnek a T-rex elől, és pont ezt a Hosentrogeres pacákot a T-rex kikapja a gízból, és megeszi a T-rex, és kész. Úgyhogy ez, tehát van hatalma a rendezőnek, és hát főleg a Spielbergnek, és hát lássuk be, egyszerűen ez a film trilógia, bár volt már Dino Láz a 20. század elején is az USA-ban, meg egyéb helyeken, nálunk nem, de itt a 90-es években feltette az ira pontot, és gyakorlatilag ez óriási löketet adott